rendben van. Azt mondja, hogy a kék színekben fog megtalálható, kék színekben lesz megtalálható a Counter Clockwise, aki jelenleg először bondol, és a piros színekben található pedig a Blaze csapat. Lássuk a pikeket de mindenek előtt a bannokat. Első Kassadin, Yasuo, mindkettő teljesen normálisban, egyáltalán semmi meglepetés. Ez, ez, ennél a kettő bannál, ugye tudjuk, hogy Kassadin az egy elég kemény mides, ugye a midesek nagy részét le tudja szedni, Yasuo pedig ugye eléggé durva game-mel és midgémmel rendelkezik, még akkor is, hogyha a, az early gémet nagyon-nagyon-nagyon elrontja, de még azt se könnyű elrontani. Ugye ez az új karakter, eléggé gyakran szokták bannolni az új karaktereket. Itt pedig egy Elise-ban, Elise már nem fogunk látni. Uh, dzsungelben, nagyon-nagyon-nagyon kemény dzsungelás, ugye felugrik dive uh, korai dragon már, tettem pár szó, mit tud ez az Elise. Pantheon is ki lett bannolva dzsungelből, főleg mides és dzsungeles bannokat láthatunk. Azt mondja, hogy ugye Pantheonnak is nagyon-nagyon-nagyon szokták most használni dzsungelben az útja ugye meglepetésszerűen elugrik valami, ekkor a területre, és ott is damage-et okoz. És is úgy majdnem olyan, mint teleportálna. Kivéve, hogy még damage-et is okoz, területre sebez. Össze be lehet szorítani akár a lane t ugye a kettő turret közé. Vagy ki is lehet onnan akár lőni őket egy ilyen ultival, jó kérdés. Meg ugye tud stánolni, eléggé kemény damage van és nagyon tankos is. Szerintem nem kell sajnálom. Gragas, valószínűleg az útja miatt lett bannolva, vagy eléggé uh, broken karakter, hogyha uh, jó értenek hozzá. Nagyon-nagyon-nagyon szokták hozni. Leblanc szintén ő, Őnek az útja annyira nem kemény, viszont hatalmas bőrsztje van, oda megy, puf, 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 már volt, nincs. És ami a még a durva, hogy el is megy, tehát hogy simán le is lép onnan, nem. Pláne, hogyha még van neki flash -e is. V first pick láthattunk. Nagyon-nagyon-nagyon kemény, nagyon, dang, nagyon, tankos, nagyon... Euh, nagyon jó a cc je gondolok itt a q illetve a battery ram az ultia. Ha valakit elkap, euh, akár túlát alatt, akár nem, onnan nincs menekvés. Mm, nehéz. Általában hátulról szokott jönni nagyon nehéz védekezni ellene. Ez azt mondja, hogy jött egy trash és egy Wukong, Wukong, uh, uh, Wukongot pikkelt. Ugye itt most Fatman Panda. Uh, lehet, hogy dzsungelbe, lehet, hogy topra, még nem tudni. Azt mondja, hogy, és itt egy trash is, aki ugye a lane en eléggé jól tudja hozni a botlint, nagyon jó pogrimizse van, és late game pedig a húkok -ok nagyon-nagyon-nagyon fontosak teamfight szempontokból, és még ott van a box is, ami szintén teamfightban segít. Hogyha már teamfightokról van szó, akkor jött egy Leona counterpick, ugye eléggé jól tudja counterelni ezt a trest. Hiába húkolja be esetleg az enemy jádékét, rádessel Leona Daybreak tanulja aztán még utána jön a Solar Flair is. Szóval simán le tudja lokkolni több időre az enemy adc már hogyha jól játszanak vele, de itt a Challenger tierben más nem még számítok. Topra pedig érkezik egy Renekton, a Renekton azért ö, tudjuk, hogy nagyon-nagyon nagyon gyakori ö, topon, már eddig az összes mérkőzésen megtalálhattuk ezt a Renekton topon. Tankos, Slice and dice nagyon-nagyon mobilis tud lenni, illetve ugye még jobban nyomja a tankosságát az ultia, amitől még plusz HP-t is kap, nem semmi. Itt érkezik egy Jinx, ugye ez a Jinx és Trash kombináció nagyon erős, nagyon-nagyon-nagyon lane domináns gondolok itt arra, hogyha Trash behúzza, jön ki, Jinx, jön ki a jinx -tán, utána pedig Trashnek még ugye van a flay és -e is, szóval rengeteg CC-vel rendelkezik ez a kis csapat. Ha megszámoljuk azt mondja, a Hook, Flay, jinx és uh, Zap Rögtön négy darab CC-vel ennek csak a bot És hogyha ez mind csak az AD carry megy ki Akkor ott nincs mozgás, nincs élet, ott halál van Midre pedig jött egy Orianna pick Oriannát már láttuk, nagyon-nagyon-nagyon durva teamfight ultia van Onnantól kezdve igazából, hogy ő elnyomta jó helyre a Majdnem minden játékos az ellenfél csapatában lesebződik izgalmas lesz mindenképpen. Att az a kérdés, hogy jól nyomja őket, láttunk már pár orjánna sok sokvévet, reméljük, reméljük ezek jól fognak működni. Azt mondja, hogy itt jön egy e, Nidale, e, valószínűleg Oriánnával szemben fog majd állni, és amit még e, ritkán láttam, e, az, az eddigi nézett meccsém alapján egy Ezreal egy Azrael AD carry, nagyon-nagyon-nagyon ritkán láttam, illetve rég láttam igazából ezért. ettől függetlenül teljes mértékben jó pick, ugye elég nehéz lepókolgatni, trash hookot is nehéz eltalálni, hogyha végig mégis be hookolva, akkor akár ki is tud jönni belőle eléggé gyorsan, az ultia ugye egész pályás, nagyon-nagyon-nagyon jól fog uh, tudni vele majd esetleg elkapni egy-egy ilyen love hp és enemit kisznájpolni. Azt mondja, hogy Nidale, Nidale uh, versus Orianna. Hát igazából nidale annyit érdemes tudni, ugye, hogy uh, inkább late game karakter, vagy ilyen, ilyen mid game-re már azért összeszedi azt a, azt a damage-et, amit Reméljük, reméljük, hogy ezek jó fognak működni. Te húzza az egyik csapat felé? Nem szép. Nem, nem, nem húzok senki felé. Nyilván csak szép pélyeket akarok látni. Szóval Nidale ugye úgy néz ki, hogy inkább ilyen mid-game-es, karakter, amikor már van azért elég damage annak a spearnek. Van sustain is, ugye mid ami eléggé fontos, ugye ott tud maradni lénen, tud farmolgatni, ranged, Főleg inkább amikor ostrom van, tehát amikor, amikor beáll ugye a kettő csapat, vagy mondjuk, hogyha ne az inhibitor tulajdonképpen akarják leszedni, akkor ugye jönnek a spírek, jönnek a spírek, és egyszerűen felezik a HP-kat, felezik a HP-kat, amik nincsenek rá felkészülni. Simán lefeleznek egy AD vagy egy, egy AP keri HP-t, akár még egy dzsungeres HP-t is, egy-egy spear, Bán, hogyha ha rajta van a kék, akkor végtelenség tudja dobálni őket és egyszerűen ezzel nyerik meg a siege-et, hogy, hogy ledimage őket a nidele dárdákkal. Tehát alapvetően ez a nideleinek a funkciója az, hogy lénen hogy működik, inkább a gank fog függeni. Ugye CC-je nincsen, csak spear van, és a spear hogyha nem tanál, mert pedig ugye 1v1-ben kicsit könnyebb levédeni azt a spear-t, elkerülni azt mondom, hogy, hogy ez inkább majd a, a, a genkekkel fog megmutatkozni, és Nidelének szerintem szüksége van genkre ahhoz, hogy, hogy tudja birtokolni, tudja dominálni azt a mid -lént. És itt jön egy hatalmas tank, hogyha már a tankokról beszélünk, Trendel topon lesz megint a tankok harca. Trendelnek nagyon-nagyon-nagyon kemény uh, -e van, addig tud a maradni, amíg akar, körülbelül hasonló, egy Mundo fogja, harap, fogja harap, és akkor folyamatosan kapja a HP-t. Nagyon-nagyon-nagyon kemény. Ehhez még hozzátásul az a hatalmas uh, attack speed, amit tud ebből szerezni. Tehát, uh, arról nem is beszélve, hogy ugye leteszi azt a kis. Uh, mindjárt mondom, hogy hívják. Törőbb-törőbb-törőbb. Frozen domain, amitől eléggé kemény attack speedet és movement speedet kap eléggé végzetes. Az ulti a még tankosabbá elveszi az enemitől, hogy a, a, azokat, a statokat, amik és teszik, mint hp mint armor mint Magic Resistet. Így egy Renekton ellen igazából kiváló pick, azt kell mondjam. És még ezen felül ugye van egy kis CC-je is. Gondolok itt most egy pilárra, tehát egy hatalmas, tehát hatalmas, egy eléggé nagy totem szerűség, vagy egy jéghegyszerűség szerűség a földből, attól függ, milyen skinnel rendelkezik, ugyebár kijön a földből, és ott körbe kell járni, illetve félre, lök, félre is lökhet valakit, hogyha arra jár, és rossz helyen jár. Na, szóval így fognak kinézni ezek a lények. Megint meg akarom tippelni, hogy hol fog eldőlni a dolog. Nem mondom, hogy miden, mert szerintem nem. Topon ugye ott lesz megint a, az a hatalmas trade, csere, tankok, harca, folyamatos oda-vissza móka, Ott sem. Botlin mindenképp érdekes lesz. Ugye alapvetően trashéknek nem szabad ö, nagyon engage tekintve, hogy simán ki tud jönni ezért, Ugye Ezreal azért is jó pipi, nem kell végig a Jinxen a Jinxnek a stányán, hanem ki tud ugrani, ugyanígy megoldható a zappa is. szerintem dzsungel. a dzsungel fogja eldönteni a dolgot, tehát Fat Panda, illetve Omtar mennyire fogja segíteni a léneket, mennyire fogja átírni a szabályokat, átírni a lének dominanciáját. Kíváncsi leszek. Cseréljük le akkor a neveket, azt mondja, hogy a kék csapat van itt a Counter Clockwise. Counter. C. és a piros csapatnál pedig a Blaze. Nem én nem nagyja. Blaze. akkor már a Counter Seat is hogy kéne. Megint kicsivel kezdtem el. Counter C ez befér még? Jó kérdés. Éppen hogy? Counter C versus Blaze. Good luck, have fun! Kezdődjék lassan a mérkőzés, hanem a gyorsan összehuzigálom a játékosokat, és megyünk ezerrel. Akinek tetszett eddig a stream, esetleg dobhat nyugodtan egy follow hogy kövessetek engem a további streamekben. Megcsinálhatjuk különben mindenkinek a kis skinjét, nyomja egy Championship-re, ugye Bladecraft Orianna aztán Neon Strike, Pool part, Party, Renekton, azt már nem egyszer láttuk. Iron Solari Leona, az jól néz ki. És Bewitching, Nidale, illetve Frosted. Uh, ez real. Most húzikáljuk is össze, akkor még egyszer elmondom, top lane-en fog küzdeni egy Renekton és egy Trundle, dzsungelben egy Wukong és egy V azt mondja Leona, azt mondja pedig egy Nidale és egy Orianna, Ezriel és Leona Botlén, illetve Trash és Jinx Botlén. Azt mondja, hogy ránézzünk a kicsit az early itemekre. Látszik, hogy Renektor ráment egy kicsit a damage-re, nem a tankosságra, és hápi viszont uh, trendül marad a Doran shield -nél. Semmi különbség, semmi uh, keményebb poti minden rendben van, elméletileg, hangom is van, a kép is jó, good luck, have fun. Nyomuljunk, közben pedig egy kisebb ilyen invét szerűség, egy -egy, egyszerűen öten vannak, ugye kihasználják, az mekkora flash volt, ugye omtárnak elment a flash a különben meg uh, ott van a lantern, lanternrel kezdett, Ah, oh, mert az most is sebez az a spear, ettől függetlenül, uh, van egy fölösleges flash elhasználva v től az, az gyorsan vissza fog töltődni, de az tény, hogy V-nek nincs flash -e, más nem tudott összeszedni más előnyt itt ebből a ebből a támadásból a counter clockwise a V pedig simán visszatér a lénére már fel is állt a segítség itt a piros buffnál. És nincsen, nincsen lane swap, nincsen semmilyen csere. Mindenki marad a saját helyén. Ugye V pirossal kezd, még vukong kékkel. Wukong nem kapott olyan sok pult, ettől függetlenül viszont már tudnak, tudják a lane dominanciájukat növelni ott boton, közben pedig topon mondtam, hogy ott jön a a harabdosás, és itt ezt mondtam, hogy a spireket eléggé könnyű kikerülni így 1v1-ben pláne Challenger ligában mondjuk dobni is kicsit másképp dobnak, illetve itt a boton annyiban különbözik a dolog, hogy egy Leónának ugye oda kell mennie mindenképpen közel az ellenfeléhez hopp, és itt azért egy eléggé szép kis csere Vagabond nagyon-nagyon jó kis cserét csinált ugye itt most Eléggé kevés HP-ja maradt annak a de majd most ez heal Na, azt akartam mondani, hogy ott bot en ugye Trash ez egy ranged support, ami azt jelenti, hogy tudja... Uh, ...pókolgatni távolról, akár az enemy supportot, akár az enemi AD carry És igazából a zap betalál. Továbbra is ugye kihasználják azt, hogy nincsen. Ó, oh, el lett használva a field. És... Igazából volt ugye plusz... adtak speedet kap... Kett... Hopp! Úristen, ez a húk! Majdnem összejött, majdnem összejött ezre, hát majdnem elkapta. Jinx folyamatosan ugye hozza a creepeket nagyon szépen. Majdnem, hogy még nem hibázott. Azt mondja, hogy... Ö, itt az early-ben mire lehetne igazából spekulálgatni. Topom mint mondtam, ugye ott vannak folyton azok a tankos egyének, ott nem lesz szerintem nagyobb probléma. Renekton fog tudni Slice and dice Viszont hogyha Vagabond jó, hopp egy, sztán kijött és már Eléggé jól le lehet az a Vagabond, kimegy Az Ignite és uh, Ignite-tal együtt meg a Minion-ot Valószínűleg nem fogja uh, tudni befejezni, viszont elkergeti Nagyon csúnyán Vagabondot, közben pedig kijön a Aztán uh, Nokibottól kijött a Dash Nyxura megy a fókusz, kettő embert flayelt el És azért így már eléggé sok kimegy el, tehát az op, uh, ontáron ott a fókusz és együtt ott a föld First blood Jinxnél, Jinx-nél, Nokibot még próbálja elkelgetni Jinx-et, de innentől már nincsen follow-up, Nokibot is nagyon-nagyon low hp van, Nixu megy előre, ott a flash, double kill, é ó, hatalmas előny a, a Counter Clock, Counter, nem, nem is, a Blaze bot lényének, nagyon szép mérkőzés már így az elején. Nem volt egy elég jó geng. Om Omtártól nem tudott elflesselni. Tekintjük, hogy ez elején itt volt a legnagyobb probléma, az elején ugye előtte a flashét. Ez egy nagyon-nagyon nagy hátrány volt, odatt az első kilt, és szépen tankolt az a Leona, de még nem volt elég tankos, az ignite -t -t sem ment ki, mondjuk azt a nix el lehetett volna kapni, és double buffa, itt van Jinx, és egyszerűen addig marad lénen, amit szeretné, igazából most eddig szeretett volna innentől hazamegy, megveszi a double Key-ből fakadó itemeket, onnantól pedig a lane dominancia boton már el van döntve. Nem hittem van, egy ilyen hamar eldől maga a botnak a sorsa, de az a, az a flash nélküli V igazából eléggé a halálát okozta ennek a Counter Clockwise gangnek. Talán is trédelik itt topon, nagyon érdekes, trédelik folyamatosan a damage-et meg a potikat. Mindketten már visszamentek egyszer, mindketten még ugyanaz a bilgye. Hopp, és akár állom megy most ki, csak akár nagyon-nagyon rosszul mozog, jobbra-balra próbál igazából, talán megpróbálta kivédni a spirit, most érkezett és eléggé lesebezte. Nem itt, itt mid, uh midet, ugye főleg a genkek döntik el, mint említettem, mondjuk azért Oriannának nem kell annyira genkelni, de Vukongtól láthatnánk már lassan valami szépet, már ott is a ping, hogy lehetne menni. Wukong inkább tartja midet, mint hogy, mint hogy genk formában oda menne midre. Itt pedig Nixu és a barátja, mindjárt mondom, Abscess, akkor a lény dominanciával rendelkeznek ez a, az early double kill -e, már BF szordja van, szóval hatalmas damage tud leosztani majd ez re Közben meglett a level 6 uh, Milky Air-nek, és Vagabondnak még nem, ami eléggé nagy problémát fog jelenteni, Gondolom, és uh, eléggé le is hagyja ez a, ez a Vagabondot, 47 krip, 27 krip szemben, mondjuk még csak most érkeznek meg tolonyan a minionok, uh, még bőven visszafarmolhatja ezt. Azt mondja, hogy V ö, kicsit le van marad, ugye azzal a, ö, azzal a halállal a creepek szempontjából, és ugye folyam, opa, elkapta, elkapta a végül is, ez az ez nem húzza be, nem tudom, hogy látták-e, hogy ott van Vi, vagy nem, ettől függetlenül nem akart bemenni toronyra. Se fléjel, se semmivel. Vagabont pedig egy vissza, kicsit ezt a damage-et. Végül ő is meglett level 6. De igen, igen, ott van talán topon a legnagyobb creep különbség, meg ugye a dzsungel. Na, hogyha itt most... Hopp, és éppen megy! Víra a fókusz, a ciklon el lett lőve, és... Omtárnak most már van flash így biztonságban el tud flash Jön hátulra egy Orianna és egy... Ó, nagyon szép a dash! Viszont még nincsen Niki botnak útja, nincsen Salafler, nincsen... Uh, nincsen... Területisztán, és V egyszerűen instant meg a Wiki bot is hátra lehet húzva... A sok a segítsége, ekközben hátul egy Nidale le, tudta szedni a, a Fed Jinx-et. Ettől főleg kettő egyes trade lett, és Nixut, hát, Nixu et, be a dárdát, Fed Pandát. Védte meg, akárára pedig megy a damage, Akinek nincsen ultia, és hopp, topon pedig itt Vagabond egy kicsit low hp került, közben pedig nagyon-nagyon sok low HP, és viszont 4-1-ben van jelenleg a Blaze csapat és mennek a kékér. Vagabon próbálja védeni a turretet, a pillár éppen hogy megmentette az életét, ott viszont Milkier biztos neki fog menni, egy-két hit és Vagabonnak lőttek, de Vagabon éppen megúszta, hazamegy uh, ultia, azt mondja, hogy nem volt, szóval nem tudta volna még megúszni sem, Opteri szedi a saját kékét. Omtárnak ez eléggé sok pénzt jelentett, hogy Opp, és most Forke... fork uh, volt egy kicsit, de nem ment igazából tovább és az első turet leesik Milker dominanciája meg, ö, meglátszik eléggé a lénén 66 krip az 50-hez képest azt mondja, hogy 29 a 43 hoz 65 az 51-hez ugye Nidalee-nek ott van az egy kije ott van a kije Oriannának is Hopp, és Niki botot kapja ott, stán viszont aztán nem aktiválódik. Akár áram, megy rá, ez, akár megy rá Nidalére, ugye nincsen uh, Nidalének kékje, akárnak viszont van. Azt mondja, hogy itt botlin továbbra is be van pusolva. Niki botnak továbbra sincsen meg a level 6. Ez a level 6 a szolárfélére együtt nagyon-nagyon-nagyon kellene, hogy onnantól lesz igazából erős ez a Leona. Most már ezért e, dolgozik rajta az Ezreal, hogy meglegyem. Ettől függetlenül nem hagyják őket nyugton. Vagabond menekül el a saját lénéről. 20 el a minionokat. És eléggé, e, és ugye level előnyben is van ezzel. Hopp, és a sok vével együtt, akár ahogy a kékkel együtt, jön hátulról a Fat hiába a Flash kettő ütés és GG. Ott van Oriana a második kéje, közben pedig Nixu ö, védi meg az AD kerület, az egész bot megy, ott a, ó, hatalmas fókusz megy, Nixon éppen hogy el tudott menekülni. Noki bot pedig beleállt az egyik számba, és szuper megadásraket és a ciklon bőven befejezi, innentől egy 3v2 felállás lett, ugye v, ú, ú, ott van, viszont nincsen Vision Nixura, fogadjuk, hogy Nixut fogja elkatni rögtön az a Battery Mihályt. Mihályt V megérkezik, négyen szedik a sárkányt, a Blaze csapat, é lesz az első sárkány, ott van V már, és nagyon szép stíl, counterclockwise, dzsungeles lesz, és még lehet, hogy Nixut is megölni, Nixut is megölte itt az Ezra segítségével, viszont hatalmas damage kap be, Nida le, hátulra visszafordul, Fettpandát akarja, úristen, de centikkel ment el a füle mellett Fettpandának, és az is, az a centis, az a centis megoldás. Fettpanda nagyon értehez ehhez, megérte, megérte ez a trade most a Counter Clockwise-nak, kapott egy kétes egy dragont is egy darab emberért, bőven megérte, és rögtön instant <laughs> ment ki Milkiernek a stánja és az ignátja, de végül Nidale fejezte be a spear és egy mid turret is, mid outer turret is leesik. Egy kis misplay jelenleg a Blast csapat részéről, hiszen átvette a vezetést a Counter Clockwise, ugye nem uh, volt secure az a Dragon, ami a legnagyobb hátrányt adja, meg hogy persze 2-0-ban áll a turetek aránya, de ezt a játékot turetek ezt már a második a teszi meg Vagabond, és azért itt nem olyan egyszerű, nem olyan, nem olyan kellemes beszélni ezeket a spear Nixon Nix nem tudta eltalálni a hook-kal ezáltal Ezreal egyedül ugye ott védte a tornyot, még most is védi, wave ráment a trúsát barázs, és tényleg nincsen manája, ezt észre is vették, kíváncsiak, hogy el akarják-e kapni egy jó húkkal, mert most érkezik meg a minion wave, ez így, ezért nem fogja tudni jó húkolni, turet is megmarad, nincsen még meg az első turet a Blaze csapat részéről. Itt volt van a double buff, hú, éppen hogy le, le az a minion, majdnem, majdnem, azt hittem, hogy ott jön majd egy sok wave, akár mehetett is van ide, rél, hogy eléggé low hp van, de nem. Ugye ott van double buffal, azzal mert az eléggé lehet hősködni. No, kibot majd majdnem meglepetést okozott itt abscessnek, de nem történt ilyen. Közben viszont, ugye ott van az a Hopp, ráugrik három ember közül, ugye nagyon szép a ciklon, ott a box, ezzel instant meghal, Omtárnak is kiment, igaz, a battery ettől függetlenül Oriana ment és befejezte, Nixu van nagyon-nagyon-nagyon love happy -n. egyszerűen három a nulláért trade-et folytatott le, itt most a Counter Clockwise csapat, nem érte meg, amit hát nyilván uh, Blaze. Nek volt az a három kilje, és lehet, hogy ebből egy turret is lesz. Mondjuk ketten vannak már itt, és ugye ide lehet tudja tartani a turetet, illetve még most megérkezik egy Ezreal Trusset barázs is, de igen, innentől már nem fogják ezt a turetet erőltetni, inkább viszonylag beszedi Orianának saját kékét. Orianna már négy darab kill van, azzal azért már eléggé sok damage-et fel tud szedni, és nem kevésbé, ezt kell lesz, majd a teamfightokban fog számítani, főleg ugye beszéltük, hogy a teamf inkább teamfightos az a, az a uh, Orianna. Pán, hogyha jól lövi <laughs> Nokibot nem talált semmit. Az, aztán ott láttam, hogy Golemet nem találta el. Közben pedig ugye Counter Clockwise próbál visszapussolni. Be kellene szedni már legalább egy turetet itt a 15. percben uh, a Blaze csapatának valahol össze team így négyen, vagy, vagy hárman, és esetleg rámenni erre a top turretre, Lehet, hogy valami hasonló forog a fejükben, mert mindenki ott, ott a top jungle-ben van. Jelenleg Wukong is és Orianna is, de úgy látom mégsem gondolkoznak ilyesmi. Nézzünk rá egy kicsit akkor a build-ekre. Azt mondja, hogy Renekton nem, nem megy igazából tankosságra, hanem egy Blade of the Ruined king el nyitott, ami eléggé érdekes, de meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni, szóval ezt a Dimitri -e megy, ott van a Blade of the Ruined King-es Renekton három ember között leli halálát Oriánnál, viszont ez egy hatalmas bőrcet lenyomott arra Nidaléra, mint hogy említettem, és most még, 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 csak most veszi meg a Dimitri-nek a nagy részét hármas genket elég nehéz kivédeni, pláne ugye Orinának nincsen menekülő képessége, csak sírje, viszont az nem volt elég bőven. Azt mondja, hogy ugye BOTR-kes kezdés, ugyanezt akarja, ugyanezt a kezdést akarja le uh, tehát ezt a kezdést akarja uh, vagabond is csinálni, ugye Trendel, viszont neki még ez kicsit messze jár. Azt mondja, hogy dzsungelben uh, egy tankos vít láthatunk, és egy Ó, oh, nagyon szép húk, noki, 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 noki botra megy a hút, kimegy, kimegy a ciklon, kimegy a box, és kimegy a battery is, főleg... Ó, oh, az nagyon-nagyon gyors volt a Super meg a Death Rocket. Flash, és ugye... Uh, el is tudott ugrani, és ups, ezt be tudja fejezni, bőven megérte. Kettő az egyért. Nem, három, három az egyért. Trédet folytatott le szintén a Counter Clockwise csapat. Blaze nagyon-nagyon-nagyon jó killek szedésében, és már az első töretet is végig is be tudta szedni. Uh, Vének nem volt rossz, de talán hamarabb kellett volna elnyomni ezt az ultit. A Wukongra viszont nagyon durva burst ment ki ez által. Nem véletlenül ő egy SGA. és itt most akár van egy kicsit rossz helyen, a rossz helyen veszekszik, nagyon a sok ki kimegy, de inkább ez csak defenzív sok volt, és igazából azt vissza tudja hílelni. Uh, ugye, hogyha én nem burstként megy ki, száz százalékban az a, az a sok vér, ide vissza tudja hílelni. Ha haladjunk tovább a bildekben, azt mondja, hogy az Unholy Grail már mindkét midás nekem megvan, uh, ezzel szemben a large rodja van Orianának, azért négy killből azért bőven kitelik. Uh, azért itt még érkezik egy, ugye itt a Dragon, igazából teljesen nyugodtan ki tudta szedni azt a dragont. A Counter Clockwise már a második dragont viszi el, az elsőt lopta, ezt viszont beszedték maguknak. Fel is írom, második dragon. Hopp, és uh, 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 nagyon szép ugrás. Gyönyörű ugrás attól a hihetetlen azt hittem, hogy a, a, hogy a style, hogyha le, sikerült volna lesz, ezt a Nidalejét, az ott biztos meghalt volna, viszont az ugrás az, az gyönyörű, szép volt. Szóval akkor haladjunk egy kicsit, a Bloodthirster és a Static shiv már ott van. <laughs> 8-1-es AD Kerin ilyetetlen damage -e, ö, van már. Bloodthirster szintén ott van ez en viszont még messze nincsen. Én, három ember közé megy be ö, itt a Renekton, és ö, Oriánára megy a fókusz, nagyon szép flash, szorálfér, kiment, a flash is. Ki a Toriannától. És az enemi, fúristen, nagyon-nagyon rossz helyen van ott ez a Jinx. Az, mind az egy arra a Jinxre mennek rá. A trusát kimegy, nem tudom, hogy talál-e, megy Fatman Ponda és a többiek is segíteni, próbálnak itt egy kisebb teamfightot kialakítani. Aztán kimegy a bokorba, viszont ott nem talál el senkit. És itt van az a ré, Ó, oh, hatalmas bemutató ott attól a, a trendőtől kihoz, kihúzták ott a hatalmas tankot, kimegy a box, a sok még kettő ember talál le, ahogy láttam, nagyon-nagyon gyorsan meghalt az a Renekton, mégsem volt elég tankos, és double kill Nidalénak, kimegy a ciklon, ketten csak össze tudják szedni azt a vit, nem? Vagabond három ember között leli alá, és igazából mivel Jinxet el tudták távolítani eléggé hamar, így egy, -egy 4-1-es cserét csinált a, clock, a, Counter Clockwise, ami már eléggé szép. Gondolok itt arra, hogy egy hatalmas push érkezik itt az inner turret felé, lehet, hogy az inner turret meg lesz, sőt szerintem biztos. Azért ezt négy ember már be tudja szedni, viszont az inhibitor turret már nem. Talán visszafele fordulát, leszedni az enemy blue vagy valami ilyesmit. Innentől pedig lehet mondjuk az, menni. Azamenni. nagyon szép trade volt, nagyon szép team fight volt. Szerintem Jinxet nem láttam a fightban, valahogy nagyon-nagyon gyorsan elolvadt. Ez volt a legnagyobb problémája, talán itt a Blaze csapatának nagyon rossz helyen pozícionálta magát az a Jinx, viszont most lehet, hogy itt el lesz kapva egy-két ember. V is igazából időben fog tudni likolni, és ezért pedig bővenben ment a saját dzsungelükbe, oda már nem fognak utána menni. Azt mondja, hogy itt még amit érdemes megemlíteni, hogy a Counter Clockwise-nál már ott van az Ascension, név szerint ugye a Leonánál van ott az Ascension, ami ugye kicsit mobilisabbá teszi a csapatot, eléggé nagy movement speedet ad konkrétan, akkor mondjunk, Pontos, sőt, 40% plusz 40% Movement Speedet kap az egész csapat. Hatalmas soknak, kimegy a burst, akelának hatalmas, demicse -e van, kimegy a barrier, viszont Milkyer ér ér érkezik meg megmenteni, Akelát, át, ekközben Milkyer uh, menekül három emberről, a trusetbárás talál, és ezáltal V be tudja felezni az Oriannát, és nagyon szép a Super meg a Death Rocket, Battery kimegy, uh, VIT jinx Jinxre, Jinx megint HP-n van kettő ember között, nem tudják megvédeni, nincs megvédve az a Jinx, nincs megvédve, de az AD Carry uh, folyamatos fókusz alatt van, a Fatman Panda hatalmas flash volt uh, Omtártól, de még mégis nem tudják befejezni Fatman Pandát. Ó, <svítsz> oh, úristen, vagabon mekkorát, mekkorát tankol. És megint csináltak egy 2-1-es trédet, egy Renektont, egy AD -kerriert. Folyamatosan romlik a statja ennek a Jinxnek, ugye tudja, tudja a Counter Clockwise. Hogy a Jinx-et kell fókuszálni és ki is fókuszálja 100%-ban Hú Elnézést a kis lélegzett vételemtől Most már mindkét oldalon megvan a botr Viszont ott virít még egy random is azon a Renekton, ami igazán tankossá teszi ezt az enyént. Azt mondja, hogy v nél egy loket épült, ugye itt talán a legnagyobb különbség, ugye V tankra építi magát, tehát ez egy tankos, tankosabb dzsungel lesz, is most itt lehet, hogy egy, egy baront akarnak megkockázni, vagy nem, inkább csak tisztítják a vardokat. Még, ugye bár ez a Vukong pedig damage-re megy, megépült nála a hidra. Cserélik a vadokat, és itt, itt láthatjátok a hidra versus tank mókát. Közben egy split push, nagyon-nagyon szépen split pushol itt Nidale boton alakul ki valami fájtocska. Cs az a Jinx megint egyedül van, egyedül farmol, egyedül mászkál. Itt az, alapvetően az adk nek kell eldönteni a dolgot, de itt látszik az a Challenger teamplay ami, ami challenger teszi a Challenger-t. Gondolok itt arra, hogy ez ugye 144 farmal van, kettő halállal és kettő killel, még az enemy AD-keri Jinx 9 killel mászkál, és majdnem 200 farmal, közben pedig vagabond eszi a dárdákat, már azért kettőnek is elég, viszont a harmadik is, úrista hatalmas damage-et okoz, ekközben a Blaze pedig próbálja beszélni, és megint egy hatalmas stílettől a v elképesztő három ember talált el a flare, de inkább csak egy defensív flare, közben pedig a top inner turret bukó. Hihetetlen nix nixura, megy ki a fókusz közben, pedig nagyon szép a ciklon, Elett eh, el lett kapva Vukong, elett kapva Tres, viszont most még Jinx él, és egyszerűen nincs mi lefogja. Nidale érkezik, rossz oldalról, ups, megy ki hatalmas, most nem tudod, mit csinál, nem tudtad, merre menekülni. Kettő ember között volt, három ember között volt. Mindkét oldalról támadták, megint egyszerűen leszették azt a azt a Jinxet, és onnantól pedig már nincsen remény, tekint, hogy ő van felfideve, 10-4-be van, a Jinx meghal, igazából vége e a teamfightnak, tekintve egyszerűen nincs, aki akkor damage-et okozza. Wukong még ott van, és itt van az Orianna is. E Orianna pan még lehet reménykedni, hogy esetleg elkap valakit, aki kemény lenne. Főleg nidalee kéne fókuszálni a, a, csapatnak, mert ő lesebzi a, a, csapat nagy részét, és onnantól pedig nincs menekülés Counter Clockwise vezet 4000 goldal, kicsit több mint 4000 goldal, és rengeteg-rengeteg turettel, mert az ötödik turetét eszik, meg három turettel vezet. És ez már a harmadik, is a harmadik dragon, egyetlen egy dragon nem tudott elvinni a Blaze csapata. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz idők járnak most a Blaze-re. Uh, valamilyen szép teamfight kell, hogyha Orianna... OOP Ja, ó... Ups, ez azért ment egy kis damage. True barásból... Vagy nem, a fél HP-ját leszette. Az azért kemény. Kellene egy jó teamfight mindenképpen a Blaze csapatnak. Úgyhogy Orianna ott van a teamben, ott ki tud, ki tudsz legalább két ember, legalább három embert eltalálni a sok azokat ugye lelokkolni, miközben Trash kihúzza uh, ki kell fuxni mindenképpen, őt megölni először, aztán pedig uh, rámenni rámenni re utána víre, és végül pedig Milky erre, uh, és azt a Leonát pedig hagyni hogy csinálja a dolgát. Igazából miután Leona lenyomta az első és a második stánnyát, gondolok itt a Solar és a daybreak utána már nem nagyon fog tudni mit csinálni, egy teamfight tankolni tud, de hogyha, ö, hogyha jó a csapat, akkor tudják, hogy egyáltalán nem foglalkozni. Tud ő nincs az a gond, csak először le kell fogsz mindenképpen az enemi problémákat. Itt talán a legnagyobb az a Nidale, folyamatos kék buffal. Fett Panda ilyet meg Milky Ertől nagyon gyorsan. Egy kis segítséget kérve, Vagabon már megy is, Magamon majdnem fél hp -n. Közben kimegy a battery, Vagabonra menjünk a második úti, hiába a flash. Simán lefejezték ezt a Vagabondot, aki rossz helyen volt, rossz időben. És igaz kellett rá azt mondja, hogy kettő, kettő ulti mindenképpen, és most nincsen toppos játékos Mennek a Baronra Igen ott volt nagyon szépen eltalált az Nidalee mekkora heal megy, hatalmas damage ment ki megint Orianna egyszerűen hazaküldik őket Én Mi egyedül akarunk baronozni, srácok menjetek innen Hazaküldik innen a Blaze csapatot Nincsen Vision, nincs ami uh, segítene uh, Wukong, Wukong próbálkozik valamit ott uh sneakyben mozogni, trash, dob le egy wardot, vukongot zónázza ki és nem sikerült a Baron Steel, a Super Mega Death éppen, és le is szedték a dragont, Mélkier pedig a Nixut chase is simán lement Igniter együtt. Ó, oh, Darda instant megöli Jinxet, Jinx et elkaptál most nagyon szépen a sokkékbe, viszont ki tudott ugrani, innentől pedig vége a mérkőzésnek, itt ez a kis teamfight, már nem fog, Fat Panda hal meg Ezreal kezei között, és Oriannát is el fogja kapni ez a V, már nincsen semmi damage -e. Ace! öt a nulláért, ráadásul Baronnal GG, wellplayed, ez innentől már egy Nexus is lesz. Inhibitor mindenképpen mondjuk lehet, hogy még nem, de szerintem ezt be is fogja tudni fejezni a Counter Clockwise csapat. Nem akarja befejezni egyáltalán, inkább uh, inkább visszamennek, még farmolgatnak egy kicsit és majd utána valami keményebb pussal fogják ezt Véglegesíteni ezt a wind. Itt Upsas már egy kicsit uh, kicsit aggódik. Ugye folyamatosan neki kéne, neki kéne lehozni ezt a mérkőzést, de hatalmas kérdés, hogy hogyan. Egyszerűen nem, nem tud mit csinálni a teamfightokban, folyton ki van fókuszálva, a csapata nem tudja megvédeni, és itt a legnagyobb probléma. Nem tudja kiasztani azt a damage-et, amit kell neki, ugye? Úgy vannak a killek, hogy 0 1 -4 10 1 Rajta van 10 darab kill és ha nem tudja leosztani a damage-et Akkor, akkor ezek a killek nem érnek semmit Nem ér semmit a goldja ami van Már épül is rajta ugye bár A Hopp, és az essence be lehet kapcsolva az hogy Véletlenül vi sérjen oda és valakit eltalált a torony, nagyon szép a shockwave, kettő ember talál el, aki rossz helyen van, hatalmas fókusz van Nidalén, közben pedig elnyomta Milkiár is az ultiát, Fettponda megy rá, és itt igazából miután ugye elpusztították azt a Nidalét, már elég jól lehet mozogni a pályán, mennek is a Dragonra mindkét csapat, Counter Clockwise elég időben tudja, illetve trepet megpróbál összeállítani, Noki Botnak megy ki, Ö Megy ki a daybreak közben a box is bekapcsolva. Itt pedig Nixut szedi össze V, dominating. És itt most már az Ezreal eldönte, hogy ő viszont most már tud damage-et okozni. Vagabondot lövi szét egyszerűen. Trueset Barans van-e? Uh, még nincsen. És hatalmas push megy midre. Hogyha ott Vagabond meghal, akkor vége. Nem, nem, az a, az a slow. Éppen, hogy és Valamilyen 20-valahány HP-ról euh, Éli túl, vagabond, V egyedül ledragonozik, simán lesárkányoz. Szétvagy ezt a sárkányt egyedül bőven. Egy-két ütés. És ugye a Smite. Nem pusolták tovább midet, talán ez a legnagyobb meglepetése. Jó volt a sok vév, viszont ugye ki is tudták szedni ezt a nidelét. A legnagyobb hiba talán az volt, hogy, hogy ez járra viszont már teljes mértékben elfelejtettek fókuszálni, viszont Ezrian már visszajött a játékba. Uh, Jeanshez képest 8-2-ben van, és 184 Krippel, ugye ott van rajta már a Batgirls, a Last Whisper és a Trinity Force is. Most már talán ő a veszélyesebb, ő, ő, ő veszélyesebb, mint a Nidele. Igazi AD-keri AD szerepben tündökölhet most már. Na, lássuk itt, talán ez a final push lesz lassan. Mondjuk a baron most fog lejárni, lehet, hogy megvár majd itt a counter clockwise még egy baront. Nagyon jó kérdés, mert több mint 10.000 goldal vezetnek. Milkyer pedig teljes mértékben nyugodtan tankolja a turretet. Oda állt is úgy, 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 vár. Nem is, nem is üti minek, csak, csak vár. A turetek azt mondja, a 7 a 2-höz az összes a, inner turret és most Noki botot kapta el az a hook, de az nem, azt nem szoroz. És lassan, lassan újra éled az inhibitor, itt pedig ugye a siege, amit meséltem, nidele Dardak mennek, röpködnek ezerre, ott van Ugye ebben a Guardian Angel, az Ádékeri uh, Jinxen, és most megy ki a Fókusz, ki tudott ugrani a boxból, és uh, Nixu van teljes mértékben egyedül, a Shadbar-es kimegy, akár a nagyon-nagyon-nagyon low mint akár lehet be tudja fejezni, V, uh, nagyon gyorsan meghalt Vukong is, három vagy négy ember állja körül azt a Jinxet, nem, tud, nem tudott megölni senkit, három a nulláért, trade innentől leesik a bot inhibitor is és valószínűleg még a mid inhibitor jó az a nidaled dárda! túlságosan bátornak érezte magát hát ez volt az ára és itt pedig vagabond tang vagabond próbálja egyedül elkergetni az egész clock, uh, counter clockwise teamet innentől GG weapon még egy darab turret és utána jöhet a nexus Vagabond még, még rámegy arra nidalee Ott flash, meg minden van, felmegy, GG, well a counter clockwise megy a döntőbe.